Üdvözlöm Pukli Istvánt, a Zuglói Teleki gimnázium igazgatóját. Az elmúlt hetekben a Miskolci Herman Otto gimnázium és a Zuglói Teleki gimnázium, illetve ennek a két intézménynek az igazgatói e, kerültek a közfigyelem elé. E, és hát egyfajta emblémáivá váltak annak a mozgalomnak, amit most már sokan kockás mozgalomnak is emlegetnek. Mi az oka, hogy ez a két intézmény, és hát ezen belül az önöké, az uglói intézmény emelkedett ki a többi közül? Ennyivel rosszabb itt valamilyen feltétel, vagy ez a véletlenek összjátéka volt? A kérdéseire válaszolva, azt mondta az előtt, hogy a, a Herman Otto gimnázium igazgatója került előtérbe. Herman Otto gimnázium igazgatója, Madarász Péter úr, aki a köznevelési kerekasztalon részt vesz. A köznevelési kerekasztalra őt hívták meg a tiltakozóiskolák képviselője helyett, a hármanató gimnáziumot nem Madarász Péter igazgató úr képviseli, hanem Pilc Oliver tanár úr, aki az, az, ottani közalkalmazati tanácsnak az elnöke. Én a teleki igazgatójaként úgy kerültem be a képbe, hogy a nevelőtestület engem bízott meg, hogy a január 13-án kiadott 16 pontunkat én képviseljem a médiumokban. És akkor a másik kérdése pedig a kockás kockásingre vonatkozott, nem hogy inkább, miért nőtte ki magát így a mozgalom. Nem, hanem inkább, hogy miért pont ennyire az Uglói Teleki Blanka gimnázium került a, a, mozgalom köze. Ez a január 13-ai eseményeknek köszönhető, ugyanis ekkor csatlakoztunk a Miskolci Hármartó gimnázium Követelés listájához azonban mi kiadtunk egy, egy olyan nyilatkozatot, amelyben 16 pontban megfogalmaztuk a követeléseinket, és eléggé markánsan fogalmaztuk meg, minden egyes pontunk a követeljük szóval kezdődik, tehát nem, nem csak a problémákat vetettük fel, hanem erre gyors és radikális megoldásokat kínáltunk a kormányzat számára, és erre a média ráharapott tulajdonképpen, ezért kerültünk mi az érdeklődés középpontjába. Én a, önökről az első híradó felvételt akkor láttam, amikor erre a bizonyos tüntetésre készülődtek, és a, a, buszon, amelyik odaindult, a tanárok mellett több diák is helyet foglalt. Meg, mennyire általános a diákok és a szülők támogatása az önök követelései mögött? Ezt azért is kérdezem, mert látszólag nagy a támogatás, ugyanakkor végül is egy szülői panasz nyomán kezdődött mm -hmm. el az a, az intézkedés sorozat is, amit a, 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 tankerület kezdeményezett önnel szemben. Nézze, a diákok egy héttel azután, miután mi kiadtuk a 16 pontunkat, egy 12 pontos követelés listát fogalmaztak meg. A diák önkormányzat egyhangulag megszavazta ezt. Aztán néhány nappal rá, február 1-én, a szülői választmány kiadott egy nyilatkozatot, amelyben maximális támogatásukról biztosítanak, és csatlakoztak ők is a tanítanék mozgalomhoz. Tehát tulajdonképpen az egészet ilyen szempontból nem értem. Tényleg történt átszervezés az oktatási intézményben, a köznevelési törvény az igazgatónak jogot biztosít arra, hogy bizonyos átcsoportosításokat hajtson végre a munkarendben, amelyről a szülőket időben tájékoztattuk, tehát megmondom őszintén ezt a bejelentést nem értem. Végül is elküldte már, ha jól tudom, a dokumentumokat a tankerület vezetőjének. Igen, többé-kevésbé, úgy, ahogy tankerület igazgató úr kérte, néhány pontban azonban változtattam az ő kérésén, sokkal egyszerűbb megoldásokat találtam arra, mint hogy kinyomtassak 600 oldalnyi elektronikus naplóbeli oldalt. Ebben az esetben kapott egy elektronikus hozzáférést, tehát interneten meg tudja nézni mm. az elektronikus naplót, és ennél hitelesebb forrás, nem is nem is lehetséges. Valamint az órák pótlásával kapcsolatban mi egy OneDrive felületet nyitottunk meg a kollégáimmal, ahol minden kolléga jelezte azt, hogy hogyan és mikor szeretné megtartani az óráit. Ezeket én átvezettem az elektronikus naplóba. Azonban azért van még egy, egy probléma ezzel a pótlásos mert hogy ugye nem ritka az, hogy egy tanulónak akár 40 órája is lehet egy héten. A jogszabály maximum 8 órát tesz lehetővé a diák számára, tehát abban az esetben, ha pótolni szeretnénk az órákat, akkor meg kell várnunk azt, hogy valaki, valaki más tanár megbetegedjen, és az ő órájának a helyettesítéseként lehet az elmaradt órákat mindenképpen pótolni. Mert hogy 8 óránál ugye nem lehet több egy diáknak egy nap. Van egy sajátos kezdeményezés egyébként, ami megpróbálja a diákokat még jobban bevonni ebbe a formálódó mozgalomba február 29-ére szerveződik egy úgynevezett diák sztrájk, aminek az a lényege, hogy a szülők a saját felhatalmazásukkal ne küldjék a gyerekeket aznap iskolába demonstrációképpen. Ő miként vélekedik erről a kezdeményezésről? Itt csak a saját véleményemet tudom, magánvéleményemet tudom elmondani. Én azt gondolom egyébként, hogy itt a pedagógusoknak kell elvinni a bal hét, tehát a diákok minden egyes megmozulását nagyon szépen köszönjük, és nagyon jól esik az, hogy kiállnak. Mellettünk és saját magukért, egyébként, mert tulajdonképpen mi is értük dolgozunk, viszont a legfontosabb az lenne, hogy a pedagógusok követelés listájának legyen nyomatéka, hogyha ezzel ezt, ilyen eredményt tudnak ők elérni, azt nagyon köszönjük, de őket mi semmilyen módon nem befolyásoljuk, illetve nem kértük meg arra, hogy ilyen akciókban vegyenek részt. Ez egyrészt pedagógiai szempontból sem lenne túlságosan jó, másrészt pedig támadási felületet sem szívesen hagynánk ilyen esetekben sem. Készül erre valahogy, amint iskola igazgató végül is önnek kell majd intézkednie, hogyha 29-én esetleg a fél iskola nem jelenik meg? Nem készülök előre erre, nem. Beszéljünk egy kicsit ezekről a követelésekről. Ugye a pedagógusok szakszervezetének van 25 pontja, az előbb említette, hogy önök egy 16 pontos követelés listát fogalmaztak meg. Mennyire azonosak ezek a követelések? Tehát mennyire állnak egy platformon a különböző irányból szerveződő erők? Múlt héten kedden jött létre a civil közoktatási platform, amelynek egyébként az a az elsődleges feladata, hogy összefésülje a különböző követeléslistákat. A tanítanék mozgalom, amelynek tulajdonképpen a Teleki is tagja, és amelyet én egyébként képviselek Pilc Olivérrel és Törlei Katával együtt, a tanítani mozgalom megfogalmazott egy négy pontos követelés listát, amelyben mi már kísérletet tettünk arra, hogy összefogjuk az összes iskolának a követelését négy pontba. Ezeket a négy, ezt a négy pontot ki lehet fejteni, és bővebbé lehet tenni. Ehhez jött hozzá a pedagógusok szakszervezetének a 25 pontja, és ezt a kettőt támogatja együtt a civil közoktatási platform. Jelen pillanatban dolgozik három munkacsoport a platformon belül. Az egyik ezek közül az azonnali követelések csoportja, amelyiknek a kiemelt feladata az, hogy, hogy azokat a követeléseket, amelyeket gyorsan és tulajdonképpen majdnem, hogy pénz nélkül meg lehetne oldani, azokat, azokat a kormány elé terjessze és összefogja. És létezik egy másik munkacsoport, amelynek még az a feladat, hogy az alapjaitól kezdve építse föl újra a közoktatási rendszert. És a harmadik, bocsánat, a nyomásgyakorló, nyomásgyakorló akciócsoport, amelynek ugye az a feladata, hogy előkészítse a különböző típusú demonstrációkat, és a, a besegítsen a, a szakszervezeteknek a sztrájk előkészítésébe. Az előbb említette a pénzt. A kormányzati kommunikáció uh, arra törekszik, hogy megpróbálja egyfajta bérkövetelésé mm. redukálni uh, akár az önök követelését, de főleg a, a szakszervezetek 25 mm. pontját. Uh, ez nyilvánvalóan nem állja meg így a helyét, de vajon nem arról van ez szó valójában, hogy ezeknek a, a reform intézkedéseknek a valóra váltásához pénzt kell betolni a rendszerbe, tehát végső soron abból a büdzséből, amivel jelenleg működik, nem oldható meg, még ha a többletpénz pénz nem is feltétlenül béremelésekre kellene. Attól függ mi a cél, mert... Uh... Ez, ebből a pénzből is megoldható valami, de hogyha azt akarjuk, hogy 20-30 év múlva egy olyan generáció képviselje ezt az országot a társadalom nagy része, amelyik amelyik felkészült, olyan kompetenciákkal rendelkezik, amely bármelyik helyzetben, amelyel bármelyik helyzetben meg tudják állni a helyüket, akkor abban az esetben szükség van arra, hogy a GDP 6%-át az oktatásra fordítsák. Na most jelen pillanatban 4 körül mozog, tehát mindenképpen azt gondoljuk, hogy emelni szükséges. Egyébként, ha megnézzük a, a kormányzati reakciókat folyamatában, akkor először ugye a, az egyik pártközeli médium megírt, hogy a pedagógusok követelése olyan egyszerű, mint egy fajék, kevesebbet kelljen dolgozni több pénzért. Ebből már eljutottak oda, hogy látens módon megjelenik a, a, a fizetésemelés követelése. Tulajdonképpen a végére eljutunk oda, hogy megértik, hogy nem erről van szó. Hogyha talán most már azért világos, hogy a pedagógusok terhének csökkentésére gondolnak, akkor, amikor 18%-os béremelésre beszélnek, ez a kormányzat emelte meg a pedagógusok terheit. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy ők azt mondják, hogy 18%-ot emelnének a fizetéssel azzal, ha a terheket csökkentenék, azzal elismerik azt, hogy nem volt olyan jelentős mértékű béremelés, mint, amelyek, mint amelyet ők mondanak ráadásul, az, hogyha a pedagógusnak csökkentenék a terhét, az kvázi egy pedagógus esetében nem jelent béremelkedés, csak a terhének a csökkentését. Tehát ugyanannyi pénzért dolgozna tulajdonképpen arányaiban picivel kevesebbet. Tehát egy pedagógus pénztárcája ettől nem lenne vastagabb, ez egy félrevezető megnyilatkozás. Tehát mindenképpen a 6 ot be kell tolni a rendszerbe, anélkül nem fog működni. Tehát próbálnak itt spórolni közbeszerzési eljárásokkal, de azt tudomásul kell hogy akkor lesz az iskola érdekelt abban, hogy jól és gazdaságosan működjön, hogyha saját maga dönthet bizonyos kérdésekben, gazdálkodási ügyekben, munkáltatói ügyekben az iskolának vissza kellene adni az autonómiát ahhoz, hogy tényleg sikeres legyen az oktatás. Végezetül engedjen meg egy személyesebb jellegű kérdést. Ugye azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy hirtelen egy olyan közegben találta magát, ami korábban nem volt szokott. Végül is, akárhogyan is ö, végződnek ezek a tárgyalások, akárhogyan ö, végződik ez a mozgalom, akár sikert érnek el, akár ö, pedig valamilyen látványos bukást szenvednek el, ö, ön már ilyen értelemben letette a, a voksát. Nyilván meg fogják keresni, politikailag ö, ö, aktív szereplése fogják kérni. Ön vissza akar térni egyébként az igazgatói szobába, tehát a saját jövőjét alapvetően az oktatásban képzeli el? Én alapvetően már kisgyermekkorom óta pedagógusnak készültem, én nem vágyom semmiféle más pályára. Szóval hogy volt egy-két vargabetű az életemben, az igaz, de ezek is, ezeket is meghatározták külső körülményeket, erről elég sokat nyilatkoztam, hogy mit és hogyan, hogyan történt, és hogyan csavarodtam én bele a politika világába, és hogyan jöttem ki onnan eléggé durva nagy ökölcsapással, és hagytam ott az egészet. Uh -huh. Nem szeretnék oda egy pillanatig sem visszatérni, mert szerintem az egész úgy gusztustalan ahogy van. Tehát nekem nem ez a célom. Én az oktatásban képzelem el a jövőmet, én azt gondolom, hogy az oktatási. Terület az, amelyik nekem igazán fekszik, vannak elképzeléseim, vannak pedagógiai ötleteim, ezt tanultam, ehhez értek. Nem hiszem, hogy bármilyen más pálya nekem jól állna. Akkor ezek szerint az a legfőbb vágya májusra, hogy csak az érettségivel kelljen foglalkoznia. Meg mellette a többi gyerekkel, aki nem érettségizik, tehát igazából csak az iskolával szeretnék végre foglalkozni, de ahhoz most van egy ilyen plusz feladatom, ezt a feladatot viszont elvállaltam, tehát addig fogok menni, amíg célt, célt nem érünk ezzel. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.